Jó reggelt kívánok mindenkinek! Bizonyára, ha visszanézünk az életünkben, akkor találunk olyan napokat vagy időszakokat, ami nagyon nehéz volt, vagy akár tragikusan éltük meg ezeket. Bizonyára mindenkinek az életében vannak ilyen élethelyzetek. A Biblia arról számol be, hogy egy Jób nevű embernek az életében is volt egy nagyon nehéz időszak, amit neki át kellett élni. Nagyon sok veszteséget, fájdalmat és gyászt élt át. Az ördög nagyon sok mindennel támadta őt. Aztán egyszer véget ért a támadás, véget értek a nehéz napok, hiszen nem csak a jó dolgoknak van egyszer vége, hanem a rossz dolgoknak is. És Jób is átélte azt, hogy véget ért a veszteséglista, és jöttek azok a napok, amikor már nem jönnek újabb veszteségek, de mégis ott van egy ember, aki szinte romokban hever. És ez természetes, hogyha sok nehézség ér bennünket, ha elgyengülünk, akkor utána föl kell épülnünk. Gondoljunk csak a következőre, ha valaki beteg és kórházban eltölt egy időt, és aztán az orvos azt mondja, hogy ma hazamehet, akkor ez nem azt jelenti, hogy mindennek vége, most már hazamegy, és akkor még jön az otthoni pihenés, és meg kell erősödni utána. Ha van egy háború, vagy van egy természeti katasztrófa, és amikor az véget ér, akkor még utána jön az újjáépítésnek az időszaka. Jobbnak az életében is ez történt, hogy véget ért a nehéz időszak, véget értek a sátáni támadások, de aztán jönni kellett egy olyan időszaknak, amikor újra felépül Jób, és jön a rehabilitáció, jön az új időszak az életében. És erről az új időszakról úgy számol be a Biblia, hogy az Úr, a mindenható Isten, jobban megáldotta Jobot azután, mint azelőtt. Vagyis a nehézségek után Jób sokkal több áldást élt át, mint amit azelőtt megtapasztalt. A kérdés, hogy mi hogyan tudjuk átélni ezeket az isteni áldásokat, hogy helyreállítsa az életünket. Hogy esetleg mi is el tudjuk mondani azt, hogy jobb lett azután, mint azelőtt volt. Jób életében a fordulat akkor következett be, amikor megalázta magát Isten előtt. Sőt, nem csak megalázta magát Isten előtt, és elismerte az Istennek a hatalmát, hanem kész volt arra, hogy még azokért a barátaiért, akik sok nehézséget okoztak neki, nyomorúságos vigasztalást adtak neki, nem tudtak segíteni, ezeket a barátait is megáldotta és imádkozott értük. Ma Isten két dolgot kér tőlünk. Az egyik, hogy ne a saját igazságunkban bízunk, ahogy Jobnak is el kellett engedni a saját igazságait. Bízzunk az Istenben. Mondjuk ki azt, hogy Uram, a kezedbe adom a sorsomat, az életemet. Neked van igazad. És amikor kimondjuk azt, hogy Uram, neked van igazad, akkor elkezdenek változni a dolgok. Egy másik dolog, amit Jobnak meg kellett tapasztalnia, hogy mikor imádkozott a barátaiért, akkor áldást nyert ő is. És amikor megbocsájtás és imádság és áldás van a szívünkbe, akkor elkezdünk épülni, elkezdünk növekedni és elkezdünk erősödni. Tehát ezt mondja a Biblia Jób életéről, miután ezeket megtette, hogy az Isten Jóbot jobban megáldotta azután, mint azelőtt volt. Gondoljunk most olyan emberekre, akik tényleg igazán áldottak. Bizonyára ismerünk ilyen embereket. Ha ezeknek az embereknek az életére gondolunk, akkor azt kell mondani, hogy ezek az emberek nem azért áldottak, mert nekik soha semmi problémájuk nem volt, hanem azért, mert ezekben a küzdelmekben, problémákban vagy nehéz napokban azt mondták, hogy az Istennek van igaza. Ha érte őket fájdalom, vagy nehézség, vagy veszteség, akkor tudtak megbocsájtani, tudtak elengedni. És ezért Isten fölemelte őket és megáldotta őket. A mai napunk egy lehetőség erre, hogy ezt gyakoroljuk. Én nem tudom, hányszor kell kimondani ma, hogy Istennek van igaza, de ahányszor ki kell mondani, mondjuk ki. Én nem tudom, hogy hányszor kell ma megbocsájtani, de amikor meg kell bocsájtani, akkor bocsássunk meg, mert ez segít bennünket, hogy Isten fölemeljen, és ránk is igaz legyen, hogy a mai napunk az áldottabb, mint a tegnapi nap volt. Én azt kívánom, hogy ez így legyen minden kedves nézőnek az életében. Köszönöm szépen.